egy ilyen hosszú érlelődési folyamat volt ez, tehát hogy én azért úgy laktam több helyen, mert értem Ausztráliában másfél évig, Kölnben fél évig, egyébként óbudai volnék, és hát így a vidék, vidéki élet és az ezzel járó dolgok, az engem nagyon vonzott, világjárvány adta meg az utolsó löketet, ami úgy ki tudott minket mozdítani. Kezdtük kutatni a háznak az építés történetét. Az 58-as kataszteri térképen már szerepel, úgyhogy még jóval az előttig, mármint az 1858-as térképen ebben a formájában, illetve mellette a melléképület is szerepel. Megtartottuk az eredeti tetőszerkezetet, egy kicsit megerősítettük, és ugyanúgy az oromfalat az eredeti terméskővel visszaépítettük, illetve döngölt földpadlója volt, viszont ugye ezt a mai használatnak megfelelően majd téglaburkolatra fogjuk kiegészíteni. A tiszteknek kezét, lábát kitekerném, a füstre föltenném. Van itt a faluban egy nagyon szép népszokás, egy élő népszokás, ez az igazi értéke, hogy ez itt még megszakítatlanul fennmaradt. Ez a hajléliomozás, ez egy ilyen zöldág járás, amikor tavasszal, húsvétkor vagy pünköstkor a lányok végigvonulnak a falun, dalokat énekelnek ilyen búj-búj zöldágákkal, a kezükbe zöldágakkal, és hát ez egy ilyen tavasz köszöntő dolog. Ez sok helyütt megvan ez a szokás, vagy megvolt, inkább úgy mondom, itt viszont megvan, megmarad. És hát ezt a hajléliomozást szerettük volna egy kicsit így felerősíteni. Hát ebből lett egy ilyen egész napos kis mini fesztivál, ilyen hajléliomozás fesztivál. Mostanában több van ilyen pajtafesztivál, ilyen olyan, hogy átkötést ad a városi ide települt embereknek, hogy rálássanak, hogy mi lehetett itt. Jó volt, mert kicsit megelevenedik az, hogy régen hogyan, meg miként táncoltak. Kicsi a hely, de régen is megoldották, és így most már sokkal jobban érthető, hogy miért táncolnak ilyen szűk kezekkel, vagy ilyen szűken az emberek némelyik táncban.